Kérlek titeket, hogy nézzetek szét a teremben. Nézzétek meg egymást, nem kell bámulni. Nézzétek meg a termet, az embereket, a közösséget körülöttetek. Most arra kérlek, hogy csukjátok be a szemeteket. Képzeljétek el az itt jelenlévő 3-400 ember közötti láthatatlan kapcsolatokat. Barátság, szimpátia, vonzalom, szeretet vagy szerelem. Köszönöm, és kinyithatjátok a szemeiteket. Van a világunkban egy láthatatlan kapcsolat, egy kötődés, ami minket itt embereket is összeköt. Ami miatt nem tudjuk miért, de vonzódunk egymáshoz. Azt érezzük, hogy kötődünk a másik emberhez, a párunkhoz. Ez a vonzalom, ez a láthatatlan erő, ami egybetart különböző dolgokat, ez a kötődés. És ha hiszitek, ha nem, ez nem csak közöttünk emberek között, hanem első hallásra talán meglepő módon, hasonlóan a ragasztás technológiában is így van. Tisztelettel üdvözlök minden kedves résztvevőt, én dr. Berceli Miklós vagyok, és már közel 10 éve foglalkozom olyan tudományterületekkel, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan tudunk különböző anyagokat megfelelően összekötni. Hogyan tudjuk létrehozni ezeket a kötéseket. Ami ezt meghatározza, nem csak az emberi kapcsolatoknál a kötődést, hanem a ragasztás technológiában is az összetartást. Ez az erő, ez az adhézió. Az adhézió az a kémiai kötési forma, amit önök is használnak nap mint nap, még ha nem is tudnak erről. Az adhézió az, ami megalapozza a ragasztás technológiában azt, hogy az alapanyag és a ragasztó anyag között milyen erő alakul ki. Ez határozza meg, hogy a kapcsolatunk, a kettőnk közötti kötődés, ahogy ez megvalósul két különböző ember között, az meg tud-e valósulni a két különböző alapanyag között. Ha az adhézió nem megfelelő, feszültségekbe, sikertelenségekbe fordulhat a kötésünk. Míg ha ez megfelelő, akkor nagy szilárdságot tudunk elérni. Ennek az adhéziónak a ragasztó anyag és az alapanyag közötti kettős kötés, ez az adhézió határozza meg, hogy széthullanak-e a dolgok kezünkben, vagy egy erős, szoros kapcsolat jön létre, és nem csak köztünk emberek között, hanem az alapanyagok között is. De mégis, milyen ragasztásokról beszélünk? Szeretnék mondani egy-két példát. Mindenki, aki autóval érkezett ma, mindvégig egy olyan ragasztást figyelt, ami akár az életét is megmentheti. Ez a jármű karosszéria és a szélvédő közötti ragasztás. A szélvédő megvéd minket, hiszen nem esik szemünkbe az eső, nem jönnek szembe a bogarak, ám egy esetleges ütközés során a szélvédő és a járműváza egy kapcsolatot, egy egységet képezve nyel energiát el, és véd meg minket. Miközben a ragasztóanyag, a festett lemez és az üveg között ott van láthatatlanul számunkra. De mondok egy másik példát is. Például mindenkinél ott van a telefon. A telefonnak a képernyője és a hátlap a kerethez van ragasztva. Így hoz létre láthatatlan kötést, egységet. Vagy például dísztárgyakban, ékszerekben, ahol láthatatlan, víztiszta kötéseket hozunk létre. Vagy például sok hölgy a műkörömnél is, ahol a körömnél UV-fény hatására térhálósodó ragasztót használnak, ahol miután bepozícionálnak mindent, megvilágítják UV-fénnyel, és így keményedik ki a ragasztóanyag. A ragasztásnak kiemelt jelentősége van a művészetben is, ahol különböző anyagokat, különböző textúrákat, nagyméretű jeleneteket meg lehet valósítani, mert a művész nem korlátozza a műve mérete, mert a ragasztással egy láthatatlan kötés technológiát tudunk megvalósítani. A legnagyobb innovációja a ragasztásnak az ipari alkalmazásokban van. Csavarokat, szegecseléses kötéseket ki lehet váltani ragasztás technológiával, mert ezek nagy szilárdságú kötések érhetők el. Úgy gondolom, hogy az 5-10 évet, a következő 5-10 évet meghatározza a ragasztás technológiai eljárás a kötések között, mert képesek vagyunk arra,
hogy szinte minden anyagot mindennel összekössünk. Nincs korlátja annak, hogy fémet, polimert, üvegeket, textileket szeretnénk összekötni, ezzel képesek leszünk. Csak a bátorságunk és a kreativitásunk szab határt annak, hogyha kiválasztunk két különböző anyagot, akkor össze tudjuk kötni. De mégis, két megoldásunk van. Az egyik a merev ragasztási eljárás. Ebben az esetben olyan ragasztóanyagokat használunk, aminek nagyon nagy szilárdsága van. Magamat, vagy akár önöket is a cipőjüknél fogva fel tudnám ragasztani a mennyezetre. Sőt, mi lenne, ha meg is csinálnánk, szeretnék kérni egy önként jelentkezőt, mondjuk önt ott a negyedik sorban, de maradjon, csak viccelek, már az előadás előtt felragasztottunk valakit a mennyezetre. Hova lett? Na, mindegy, hát a legközelebb másfajta ragasztót alkalmazok. Mert a merev ragasztásnál megtehetem azt, hogy megfelelő alapanyagot nagy felületen alkalmazva rendkívül nagy szilárdságot elérek. De biztos vagyok benne, hogy merev ragasztáshoz már önök is használtak cianoakrilát technológiájú ragasztást, ugye? Ez a pillanatragasztó. Ezeket a ragasztókat használjuk ott, a jellemzően kis felületen nagy szilárdság elérése a cél. Sok esetben azonban nem merev ragasztásra van szükségünk, hanem olyanra, ami bírja a deformációt. Ilyenkor rugalmas ragasztásról beszélünk. Ezek alacsonyabb szilárdságú anyagok, de nagyobb vastagságban alkalmazzák őket, így a különböző csavarodások, torzulások, hajlásokat elviselik, és mégis egyben maradnak a szerkezeteink. Erre legjobb példa a homlokzati burkolatok szerelése, amikor nagy méretű festett lemezeket ragasztanak épületek homlokzatára, és így mégis egy szép, esztétikus szerelést kapunk, mert nem látszanak kötőelemek. Ilyen ragasztóanyagok például a szilikonok, poliuretánok, amit akár önök is egy barkácsáruházban megvehetnek. Azon túl, hogy merev vagy rugalmas ragasztóanyagot használunk, az határozza meg a ragasztóinkat, hogy mi az a hatás, amire térhálósodnak, amire megszilárdulnak. A pillanatragasztó a felületi nedvességet használja ki, a poliuretán a levegő nedvességét, a fotópolimer a fény hatására, míg az epoxik azok jellemzően hő vagy egy második komponens belekeveredésére keményednek meg. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk a ragasztásban, ahogyan az életben is, szükséges az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi van a felületen. Mik azok a kémiai elemek, mik azok a kémiai felületi aktiváló erők, amik ezt az adhéziót meghatározzák. Ha ezeket nem tudjuk jól megválasztani, akkor sajnos sikertelen lehet a ragasztásunk is. A vonzalomhoz, a kötődéshez, az adhézióhoz szükséges az, amivel kutató munkám során a legtöbbet foglalkozok, amiben a legtöbb energiát fektetem, ez pedig a felületkezelési eljárások. A felületkezelések szükségesek ahhoz, hogy én a két anyag, a két összerakasztandó test között megfelelő struktúrát, megfelelő érdességet, egyenetlenséget vagy felületi energiát alakítsak ki, hogy az adhézióm erős legyen, és a két anyag ne taszítsa egymást, hanem próbáljon meg összetapadni, és erős legyen a szilárdság. Ehhez a tudományos kifejezés, amit mi használni szoktunk, az a felületi nedvesítés. Azt vizsgáljuk, hogy a ragasztandó alapanyagok felületén miként terülnek szét folyadékok. Ehhez saját mérőberendezést is fejlesztettünk. Általában, amikor megkapunk egy alapanyagot, annak felülete rosszul nedvesít. Ez azt jelenti, hogy ha arra folyadékot helyezek, a folyadék nem szeretne kapcsolatba lépni a felülettel, és egy gömbé áll össze. Ennek okán a ragasztóanyag sem fog. A ragasztott kötés szét fog hullani a kezembe. Míg ha ezen változtatok felületkezeléssel, akkor egy jó nedvesítésű hidrofil állapotot érek el, ami a célom. Amint teljesen szétterül a folyadék, ott jó lesz az adhézió is. Ezen a nedvesítésen felületkezelési eljárásokkal tudok változtatni. Mi kifejezetten nagy energiasűrűségű eljárásokat tesztelünk, és képes vagyok arra, hogy ezzel az eljárással
olyan technológiai paramétereket kísérletezzek ki, hogyha önök bármilyen anyagot adnak nekem, aminek alapvetően nehezen ragasztható felülete van, én azzá tudom tenni. Két fő eljárásom van, amivel kísérletezek. Az egyik a lézersugaras, a másik a plazmasugaras felületkezelés. Ezekkel képesek vagyunk az anyagokat megváltoztatni. Az egyiket el is hoztam magammal. Ez egy hideg plazmasugaras felületkezelő, ahol a hideg plazmasugár itt a puska végén lép ki. Az, amit látnak, kék és lila fény, az az a hideg plazmasugár, amivel képes vagyok a kapcsolatok kimenetét változtatni. Amin meg tudom változtatni azt, hogyha a két anyag, a két test nem akar jól összekapcsolódni, akkor képes lesz rá a felületkezelés hatására. Ez az a kis szikra, ami képes megváltoztatni a kapcsolatok kimenetét. Szeretné-e valaki azt, hogyha megváltoztatnám komplikált kapcsolatát, bár ezt még embereken nem próbáltam. Ez a hideg plazmasugár alkalmas arra, hogy a két test közötti kötődést, az vonzalmat, az adhéziót tökéletessé tegye. Ebből is látható, hogy kapcsolataink alapja a felületkezelés, ami így meghatározza az örökkötést.